A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin. A nézőket Szűcs Róbert nevében is, Dombóvári Gábor vagyok. Ismét itt vagyunk, ugye, hihetetlen? Pedig tényleg itt vagyunk, de nem akarom elviccelni a dolgot. Nagyon örülök, hogy ismét megtisztelsz bennünket, és nagyon remélem, hogy hétről hétre ez mindig így lesz. Hát nem jön közben semmi, ugye? Nem. És akkor el is kezdhetjük, majd mi is elkezdjük a manipulációt, és akkor... tudtam. Ezt nem lehetett kihagyni, ugye? Rögtön fenn volt a labda. Ha emlékeznek még rá a nézők, az elmúlt alkalommal, egy héttel ezelőtt, azt ígértük, hogy a tudatmanipulációról, az elmekontrollról, hogy ezt is mondjam, fogunk beszélni. Nehogy azt higgyék, hogy ez egy nagyon könnyű téma, de nem túlzás azt mondani, hogy szinte minden napunkat vagy napjainkat is érinti. De nem akarok én tovább rébuszokban beszélni. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy beszéljenek egy kicsit a képek, ugye? Igen, szerintem kezdjük el egy bejátszással, és az megadja az egésznek az alaphangulatát. Tessék! The human mind is like a computer. No matter how efficient it may be, its reliability is only as great as the information fed into it. If it is possible to control the inputs of the human mind, then no matter how intelligent a person may be, it's entirely possible to program what he will think. And yes, it's even possible to program people to laugh at the mere mention of the word conspiracy. Using television is the prime example of how mental programming and mind control works. Television is the most powerful weapon of psychological warfare in history. And yet television, for many people, is a member of the family in the household. Why don't we do this? Why don't we look at all of those options? There's a movie called Loose Change that asserts hundreds, if not thousands, of Americans colluded to kill their fellow citizens on 9/11. That al-Qaeda didn't attack us. We essentially attacked ourselves. This fairy tale ranks up there with the Holocaust deniers on the vicious scale. We are living in a virtual reality. We're living in a totally controlled environment, an environment that has been created by mass media. Now, many people, especially young people, accept unquestioningly the reality that is presented by the media. Popular culture, movies, television, music, carry messages about how society works and how people should behave. The ultimate control is to control people without their conscious awareness. Again, television is a prime example. Think back to whenever you have observed young children or older adults sitting, watching television. They have this glassy-eyed, vacant look in their eyes because they are in a trance state, in a hypnotic state of mind. Megjegyeztem két szót itt az angol szövegből, azt mondja, hogy virtuális realitás. Na most hogy lehet valami olyan értelemben reális valószerű, hogyha csak virtuális? Nem ellentmondás ez? Nem, mert ezt a világot úgy csinálták meg a számunkra, hogy pontosan ezek az ellentmondások ott vannak benne, de nem is veszük észre. Tehát az a félelmetes, hogy egy virtuális valósággal vettek körül bennünket, minden ellenében az, de mi ezt nem vesszük észre, illetve a legtöbben nem veszik észre. Mi azok közé tartozunk, akik ezt észrevették, és azért próbáljuk ezeket elmondani, hogy na, mi a véleményünk erről a dolgokról, hogy lehet egy kicsit a színfalak mögé nézni. A múlt adásban még emlékeztetem is a nézőket, az új világrendről volt szó, egyebek mellett, de tulajdonképpen ennek az új világrendnek a kialakítása, nem azt mondom kialakulása, kialakítása, mert azért jó néhány ember ott benne van abban a csoportban, amelyik csoport irányítja a világot. Tehát az új világrend létrejöttéről beszéltünk. Most ez a dolog, tehát a tömeges agymosás, hogy maradjunk itt a kezdő témánál, szóval hogyan kapcsolódik ez az új világrendhez? Ami nagyon is valószerű, mert itt a gazdasági válságtól kezdve minden. Az új világrend létrehozói több eszközt kitaláltak arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne ezt az egészet megvalósítani. Ennek azok a módszerek, az egyik az a pénzuralmi rendszer, amit bevezettek, tehát azzal, hogy gyakorlatilag a világnak nagy részét ilyen hitelválságban döntötték, és ezt a gazdasági helyzetet idézték elő, ami 2008-ban végül is egy robbanáshoz vezetett, és egy ilyen gazdasági világválsághoz. Rájöttek arra, hogy rengeteg csatornával rendelkeznek arra, hogy az embereket manipulálják. Ebből a filmből látszott, hogy azt mondták, hogy van a televízió, van a sajtó, és van az oktatás. Ha elkezdik valahol kiskorában nyomni a nebulónak, a 6 éves nebulónak az agyába ezeket az információkat, ha az a kis nebuló hazamegy utána, azt látja, hogy a szülei 6 és fél órát ülnek a televízió előtt, szinte transz állapotban, hipnotikus állapotban, úgy, hogy ez a kisfiú nézett ott, akkor ő is át fogja venni ezt a modellt. Nagyon keveset tudnak, csak egy nagyon kis kitérőt teszek a BR-re. Nagy-Britániában az 50-es években nem ment még olyan jól az embereknek, de akkor már rájöttek arra, hogy jó lenne, hogyha mindenkinek lenne televízióra. Csináltak egy olyan akciót, hogy az Egyesült Államokból áthozták a használt televíziókat, felújították, és biztosították, hogy minden család kapjon televíziót. Na most az új világrend, visszakanyarod az új világrendhez, az új világrendnek szeretne egyáltalán egy olyan dolgot, amivel mindent meg lehetne erősíteni, amivel meg lehetne oldani azt, hogy tökéletesen befolyásolhatók legyenek az emberek, ez pedig az elme manipulációja. Tehát nem elég, hogy a környezetet olyan alakítjuk, még tudatosan, minden szinten, tökéletes agymosással úgy próbáljuk alakítani ezt a világot, hogy pontosan azt tegyék, amit mi elvárunk tőlük. Az jutott eszembe, hogy ha azt a nevet mondom ugye a nézőknek, hogy Freud, hát akkor azt hiszem mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy ki is volt ez a nagyszerű ember. Ha viszont, és nem jut eszembe a neve, de neked lehet, hogy eszedbe jut, hogy Freudnak az unokatestvére, Edward Bernays, igen. Akkor már nem való róla meggyőződve, vagy rögtön tudja mindenki, hogy kicsoda. Pedig ez egy olyan pasi volt, aki amit megírt akkor, mind a mai napig használható, sőt, tanítható. Ez így igaz, 1923-ban megírta a Propaganda című könyvét. Ezt a unokabátyjától tanulta meg az egészet, megtanulta a pszichológiai alapokat, milliószor a fejébe vésték, hogy drága tesókám, ez így néz ki, ezt kell, ilyenre lehet alkalmazni, és ő azt mondta, hogy te jó ég. Hát ezt át kéne ültetni a mindennapi valóságba. Magát a PR-t, a public relationt ő alkotta meg, tehát sokan nem tudják, hogy ez már majdnem 100 éve létezik, 90 éve létezik. 1923-ban megvolt, azt sem nagyon tudják az emberek, hogy ez a propagandakönyv nagyon sok aljas diktátornak is alapműül szolgált. Hitler a műveiben merített belőle, Goebbelsnek ott volt a könyvespolcán, és azokat a ordibálós és szuggesztív beszédeit az ezekre építette föl. Ebben a könyvben gyakorlatilag lefektette azt az egészet, azt mondta, hogy az emberek el vannak bizonytalanodva, ott van egy hatalmas nagy tömeg. Ők már akkor előre látták a fejlődést, felmérték arra, hogy merre mehet ez a fejlődés. Hihetetlen sok inger ér bennünket, hihetetlen sok felől kapjuk az információkat, és ő azt mondta, hogy kérem szépen, ezek az emberek el vannak bizonytalanodva. Ne hagyjuk őket bizonytalanságban, ne érezzék úgy, hogy úristen, most mit kell csinálni, mi az első pillanattól kezdve pontosan mondjuk meg neki, hogy mit akar. Aha. És amikor arról beszélünk, Gabi, hát egy nagyon öreg róka vagy egy régi tévészakember, pontosan tudod, a televíziók is tényleg úgy csinálták, hogy nem az a lényeg, hogy te mit akarsz, hanem megmondják neked, hogy mit akarsz, és akkor onnan kezdve te ezt akarod. Ennek az egyik hát leghatásosabb formája értelemszerűen a reklámok, de meghatározzák az életed minden szakaszát, az életed minden részét meghatározzák, olyan célokat tűznek ki eléd, amit neked mindenképpen teljesítened kell. Gabi, öltözéktől, mindentől elkezdve, amit el tudsz képzelni, ez minden egyes szinten létezik. Ez így van, de visszakanyarodva, hogyha már itt ezeket a szörnyű neveket említettük, beleértve a Goebbelst is, akkor viszont ez a Propaganda című mű, hát hogy mondjam, mégiscsak alapjául szolgál a mai public relationnek is, nem? De azért mondtam, ezt tanítják is, szóval még természetesen, hát ezt mondhatnánk úgy, hogy ez a PR-osok Bibliája című, de egyébként ez természetesen mit tudom én, Sztálinnak is kedvenc olvasmánya volt, tehát minden. Igen, mert azt fektette le, tehát az tudományos alapon. Tehát ez nem olyan volt, hogy én csak csinálok egy fejtegetést, mint egy gazdasági szakember, hanem ez tudományos alapokra helyezve végigmondta, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, amikor kimész oda, és hogyha valaki a reklámokkal azért lehet megfogni az embereket, mert az emberek hirtelenjében azt a körítést nem is fogják föl, mert az olyan tökéletesen lett fölépítve, hogy abból te ne is vegyél észre semmit. Na de már bocsánat, csak azért szólok közben, hogy tisztázzuk az embernek, tehát az unokatestvének a helyzetét. Akkor ez nem egy fasiszta volt, hanem egy nagyszerű, ma is használható szerző. Gabi, ebbe az a szörnyű, ez az ember, ez egy marketing szakember volt. Igen. Egy marketing szakember volt, egy PR-os szakember volt, aki rájött arra, hogy az embereket hihetetlen módon orientálni kell. És ez annyira jól sikerült neki, annyira jól sikerült összefogni ezeket a gondolatokat, hogy minden olyan ember, aki az elkövetkezendő 90 évben tömegeket akart manipulálni, az erre építette föl. Természetesen, természetesen ezeket a dolgokat a későbbiekben mindig az adott társadalmi gazdasági konstrukciót igazították, tehát arra annyit hozzátettek, amit kellett, tehát hogy másfajta módszereket kellett alkalmazni a hitleri Németországba, a sztálini Szovjetunióba, vagy a későbbi rendszerekben, de ezeket a társadalom és a gazdaság és a politika fejlődésével szépen annak megfelelően módosították. Az előbb mondtad ki a szót, hogy reklám. Most ne tartsák furcsának a nézők, hogyha én azt mondom, hogy létezik olyan reklám, amit nem is látunk. És mégis reklám. Ugye? Szerintem nézzünk meg először egy bejátszást, és utána mondjuk el, hogy na, hogy is néz ki ez a valóságban. This ability to subtly influence people's choices without them being aware of it has been part of my skills and passions for years, and tonight we're going to take it to a new and unexplored level. But first, a potted history of subliminals. In 1957, this man, James Vicary, claimed that by flashing up in movie screens messages like hungry, eat popcorn, thirsty, drink Coca-Cola, that he could make more people buy, and he claimed, Vicary, that he had tried this in cinemas in New Jersey, and that sales went up by 57%. Vance Packard then fueled the fire by supporting Vicary's claims in his book, The Hidden Persuaders. This led to a public outcry and a United Nations report in which they concluded that subliminal indoctrination was, and I quote, a major threat to human rights. Now, because there is so much nonsense surrounding the idea of subliminals, researchers now tend to talk in terms of PWA, which is perception without awareness, instead of subliminals. And the difference is that subliminals are invisible, whereas PWA you just don't pay attention to. Like, for example, if somebody whistles a tune and you're not really aware of them doing it, but later on you start whistling that tune yourself and you don't know why, that would be perception without awareness. Megint csak elhangzott egy-két igencsak érdekes szó és kifejezés, és hogyha itt magyarítjuk a dolgot, akkor végül is szublimális ingerekről van szó. És hát tulajdonképpen, amit itt az előbb már pedzegettem, hogy olyan reklám, amit nem is látunk, és mégis hat ránk a tudatalattin keresztül. Gabi, az embereket, hogyha elgondolod, hogy egy ilyen reklámra vagy befolyásolással lehet direktben befolyásolni, mondjuk van egy politikai kampány, vagy elkezdődik egy választás. Azok az emberek, akik az előző választásnál megfogadták, hogy soha az életben nem fognak elmenni választani, azok fél évvel a választások előtt elkezdenek aktivizálódni, és akkor megkezdődik a nagy harc. Igen. Ezekről. Tehát lehet csinálni, nagyon tudatosan lehet csinálni a reklámokkal, amikor valaki mindig sejti, mert az ember sejti értelemszerűen, hogy az arcába tolják ezt az egészet. Ha elkezdődik a televízióban egy reklám, akkor annak 15%-kal magasabb a hangereje. A reklámoknak meghatározó a színvilága, meghatározták szintén ez a propagandatolmány alapján, mennyi ideig kell lejátszani, mit kell az arcodban nyomni, hogy kell elmondani. De létezik ennél egy mélyebb réteg is, és ez volt, amit most láthatunk ebbe a bejátszásba. A tudatalatti, a szublimális ingerlés, amikor azt mondja, hogy megy a film, mint hogy itt néznék a kedves nézők ezt az adást, és hirtelen beugrana valami kép, egy 10 másodpercet, de sokszor egymás után. De most, közben, ahogy beszélgetünk, észre se veszik. De mi nem is figyelnénk rá. Persze, mi úgy csinálnánk, mintha semmi sem történt volna, de arra az a bizonyos kis kép, az utána beugrik az embernek. Ez annyira jól sikerült, itt elhangzott a bejelentésből, hogy az 57%-a megnőtt a kólának és a popcornnak a fogyasztása. Viszont nem tudom hány évvel később gyorsan tanulmányok sora jelent meg erről, hogy ó, hát ez ostobaság volt, hát ez soha nem működött, hát ez soha nem csináltuk. És minden egy dolog, és gyorsan megpróbálták negligálni az egészet, azt mondani, hogy ilyen ez megtörtént ugyan, de utólag kiderült, hogy nem is abban a moziban volt, meg nem ennyi ember. Ez a dolog igenis tökéletesen, 100%-osan működik. És akkor jött ez a valami, hogy most áthelyeztük ezt a fogalmat, és azt mondták, hogy ne beszéljünk szublimális ingerekhez, hanem beszéljünk nem tudatos érzékelésről. Na és ezt a nem tudatos érzékelést használják ki, amikor te látsz a háttérben egy képet, hallasz egy zenét, ez elhangzott úgy, hogy azt mondja, hogy mész az utcán, leülsz valahova, hallasz valami zenét, nem is tudatosul benned, de amikor kijössz, akkor önkéntelenül eszedbe jut ez a szám, elkezded fütyörészni ezt a számot, vagy látsz valami képet, és maga az a kép, a háttérben levő kép, abszolút nincs benne az elmédben, hogy ez most mit akarnak vele, de akkor, amikor a döntése kerül a sor, akkor te meg fogod látni azt a szimbólumot, meg fogod látni azt a jelet, azt megint csak egy egyperces kitérő, ez az úr, akit itt láttunk, egy nagyon szuggesszív alak volt, azt mondta, hogy ő megmutatja, hogy lehet becsapni, és hogy lehet befolyásolni a PR-os szakembereket. És behívott, azt mondta, hogy kiválasztott két nagyon menő amerikai reklámszakembert, beültette egy kocsiba, elvitte oda, és azt mondta, hogy uraim, én szeretnék most itt egy bemutatót tartani önöknek, illetve, bocsánat, én megkérném önöket, hogy csináljanak fél óra alatt nekem egy reklámfilmet, megmondom önnek, hogy miről. Elhúzott egy függönyt, és ott volt mögötte egy 2 méteres kitömött grízni medve, és ő azt mondta, hogy ő most akar csinálni egy filmet arról, hogy reklámfilmet, hogy állatok kitömésével akar foglalkozni. Mutatták, hogy ez a két fickó elkezdett ott rajzolgatni, csak a végét mondom, kitaláltak egy olyan szlogent, hogy a legjobb, mit tudom én, a Maci Mennyország, meg ott volt egy temetőnek, vagy egy ilyen állatkert, meg olyan, mint egy temetőnek a bejárata lenne. Gabi, ezt megcsinálták, utána a fickó bement, elővett egy papírt, megmutatta nekik, ugyanott volt rajta a hárfázó maci, és ott volt rajta minden. Ebben nem volt semmi, ezek ott néztek és szörnyűködtek, úristen, ahogy történt. És akkor megmutatta nekik, hogy úgy hozták el a kocsival, Gabi, hogy direkt eljöttek az állatkert mellett, utána eljöttek egy olyan bolt mellett, ahol kitömött állatok voltak, utána eljöttek egy zenemolt mellett, ahol ki volt rakva egy hatalmas hárfa, direkt megálltak, úgy csinálták, mint hogy a forgalmat meg kellett volna állni, és ez a legrafinált PR szakembereket, akik az egész életüket azzal töltötték, hogy másokat befolyásolják, így átvette, és simán lerajzolt, és megcsinálta azt, csak egyszerűen 50 helyszínen keresztül. Miközben arra nem is figyel, de én is olvastam arról például, hogy moziban megy egy mozifilm, benyomnak egy ilyen 1-2-3 másodperces valamit, amit a mozinéző észre se vesz, és egyszer csak valamilyen módon másnap vagy harmadnap, amikor nem is gondol rá, csak meglát egy képet vagy nem, akkor előjön a tudatalattiából az, amit tulajdonképpen nem is látott, de mégiscsak rögzült. Na most, de hát akkor itt most ez nagyon komoly dolgokat vethet föl. Hát ez nagyon komoly dolgokat lehet manipulálni az embereket. Hát igen, most ez azért van, mert a végén, és majd idáig fogunk eljutni, hogy gyakorlatilag azt szeretnék, hogy az emberiség ennél sokkal, tehát hiába hangoztatják, hogy mi egy sokszínű emberiségre vágyunk, nem arra vágynak. Egy sokszínű emberiséget nem lehet ellenőrizni, nem lehet kontrollálni. Egy olyan ellenőrzött tömeget kell csinálni, amit például szerepel George Orwellnek a 1984 című, amit 1948-ban írt, és a nagy diktátor Stalinról mintázta. Na, hát ugyanolyan, tehát egy olyan tömeget kell nekik valamiképpen megcsinálni. Én emlékszem, hogy régebben mindig arról volt, hogy bezzeg itt az előző rendszerben, hú, hát itt egyen embereket akartak belünk csinálni, Gabi. Nem akkor akarták, mert akkor az emberek legberül azért mindenki tudott olvasni a sorok között. Ha most körülnézel, akkor azt látod, én tudom, átmentem ott az egyik ilyen bevásárolt központnak az éttermébe, és éppen ebédidő volt, és kijöttek a menedzserek egy olyan valamifajta irodából, és én ott ültem, és azt mondtam, hogy te jó ég, kijött 150 ember, ugyanolyan öltönyben, ugyanolyan színű öltönyben, ugyanolyan karórával, ugyanolyan csíkos inger, ugyanolyan nyakkendővel, ugyanolyan, csupa egyen ember, mert mindenki, mert az kellett ehhez. Vagy ha megnézed azok a csajok, a csinos csajok, hát mindenki ott van egy derékigérő kis farmerben, olyan vannak színekeltérések. Na de így van. Na most ez a lényeg ebben az egészben, és ha nem haragszol, akkor hagyd mondjak el neked egy nagyon rövid kis ilyen anekdótát. Az jó, mert nem felejtem el, amit akartam még mondani az előzőhöz, igen. Jó, hogy az almás cégnek a nem régen elhunyt vezére elment Kínába, ahol gyártják a termékeiket, találkozott a vezérigazgatóval, és hihetetlen megtetszett neki, hogy abban a gyárban, Gabi, 470 000 ember dolgozik, egyetlen üzem. 4,5 millió ember dolgozik, hát majdnem félmillió ember dolgozik, azok egyen öltözékben vannak. És ő ettől az embertől kapott 100 darab fekete garbót, amit hazahozott, és elhatározta, hogy Amerikába bejelentett a cégnél, hogy hölgyeim és uraim, jövő héttől kezdve mindenki ebbe fog járni. Erre beintettek neki, és ez nem jött össze, de onnantól kezdve, ha valaki emlékszik ezekre a bemutatókra, akkor ez a bizonyos úr, ez tornacipőbe, farmernadrágba és fekete gardóba lépett, mert hát annyira tiszteletben tartottak. Nem volt, igen, és hát nem mindig cserélgetni, mert elmondta azért, hogy a költ, tehát nem mindig ugyanaz hordja, mert hogy volt neki 100 darab, tehát ő ezt tényleg halálkomolyan gondolta. Tehát úgy gondolták, nagyon sok amerikai politikus is úgy gondolta, hogy ez nagyon jó, át kell venni. Van mit tanulnunk a kínaiaktól, mondta Bush elnök például. Egyébként csak zárójel, mert ugye zajlik az elnökválasztási kampány, és megnézzük ezeket a televíziós vitákat, akkor a PR szakemberek mindig kitalálják, hogy az egyik elnökjelölt, meg a másik elnökjelölt, az egyiken többnyire piros nyakkendő van, mert az a szín miatt, a másikon kék, szóval ezt megcsinálják. Na de azt akartam az előbb mondani, mielőtt még megnézzük ezeket a programozott embereket, hogy amikor azt említettem, hogy ez nagyon-nagyon messzire vezet, és nagyon komoly dolog, hogy tulajdonképpen a tudatalattival emberek cselekedeteit is be lehet folyásolni. És ugye, mert a következő, amiről itt mindjárt látnak egy rövid kis összeállítást, arról szól, hogy még gyilkosságra is be lehet programozni embereket. Igen, hát ez a szörnyű, hogy az embereket egyfelől ráveszik arra, hogy hogy éljenek, mit vásároljanak, mit csináljanak, mikor csináljanak, hogy legyen, mit vegyenek meg, mi az, ami számára jó, mi az, a számára egészséges, mi, ami neki jó, az ő igényéhez mérten. De van ennél valóban sokkal súlyosabb, és ez az egyik legborzasztóbb része, nagyon-nagyon sok embert érint. Ezeket úgy hívják, hogy programozott bérgyilkosok, és a történelem során sajnos az 50-es évekből elég sokkal találkozhatunk. Nézzük meg, hogy alakult ez a dolog. Tessék! An ability to take over somebody else's mind is not science fiction. It is possible. Alan Shefflin is more than a top legal scholar. He's the award-winning author of books like The Mind Manipulators. A courtroom expert on mind control, he sought out Jesse Ventura because his research indicates the CIA is creating a new kind of weapon. I think that the government is still in a mind control business. Now, I'm familiar with back in the 50s and early 60s what they always term MK Ultra. Yes. Is that part of this? Well, they're all related. They're all related. Yeah, I mean, they had interaction with all the different agencies, and they're all part of mind and behavior control experiments. Okay. That we certainly can prove, and the agencies don't deny that they did that. Would these techniques ultimately lead to Manchurian candidates that we've all heard about? People who are more or less hypnotized, programmed, robotic, who would go out and do a political assassination or things of that nature? The Manchurian Candidate. The label for the brainwashed assassin entered popular culture through a novel and 2 movies. Many assume it's all make-believe. The first question, I think, is whether the construct of a Manchurian candidate is possible. You know, can you take control over somebody's mind to the point where they essentially are your robot and they're not aware that they are so acting? And what's the answer to that? The answer to that is yes. So it gives plausible denial. You got the typical lone nut assassin and no conspiracy, nobody tied to him. They could never reveal the information because they didn't know they had it. Why do you necessarily would the government need a Manchurian candidate to do an assassination when you could take a highly trained Navy SEAL and get the job done? Amnesia. If they're assassinating someone who they deem should be assassinated, a villain of some sort out there in the world, say an Al-Qaeda terrorist out there, why would they feel fear of the assassin talking about it? One of the ideas of a Manchurian candidate is to get somebody from another government to assassinate their head of state. Szóval nem véletlenül az a mi műsorunknak a címe, hogy hihetetlen, mert amit most láttunk, ez is hihetetlennek tűnik. De hát ugye megbeszéltük azt, hogy mi megpróbáljuk ezzel a műsorral hihetővé tenni a hihetetlent, és akkor erről az embernek egy csomó dolog eszébe jut, ami hát vagy igaz, vagy nem igaz, de amikor John Lennont lelőtte Mark Chapman, állítólag ő is, hát hogy úgy mondjam, egy ilyen programozott gyilkos volt, de még lehetne sorolni néhányat, és hogyha nem is neveket említünk, bár említhetjük Oswaldot is, szóval nagyon-nagyon sokat. De ha nem is említünk neveket, filmekben, irodalomban nagyon sokszor feldolgozták, hogy a pasi lelő valakit, és másnap nem emlékszik semmire. Hirtelenjében ott van, mondjuk, beszéltünk már erről, egy pisztoly a földön, fogalma sincs, hogy hogy került oda. Na most ezért mondom, hogy tényleg annyira hihetetlen, hogy ha már Chapman-t, Lennon gyilkosát említettük, vagy Lee Harvey Oswaldot, hogy valamiféleképpen manipulálták őket, mert ezek még homályos pontok. Hát az 1950-es években kezdődött el ez a MK Ultra nevezetű program, amelyről, hát miután ugyan az angolba a kontrollt azt C-vel írják, de az MK az a mind controlra mondják, tehát hogy arra hivatkozok, hogy igazából azért szerepelhetett K betűvel, mert hogy a hiteli Németországból a gémkapocs akcióba, amikor átmentették ezeket a tudósokat, akkor sokan részt vettek benne. Tehát akkor kezdtek el foglalkozni ezzel a MK Ultra programmal. Ennek az MK Ultra programnak az volt a feladata, hogy létrehozzon több személyiségű embereket, Gabi, több személyiségű embereket. Na ez az, de jó, hogy mondod, ez a szót, ezt kerestem itt az előbb. Több személyiségű embereket kell hozni, olyan, amely létezik egyébként a természetben is, tehát ezek a különböző skizoid emberek, akiknek több személyisége van, és ott is előfordul, tehát a hétköznapok során is, hogy ő nem emlékszik. Az egyik megtesz valamit, de a másik, amikor előjön a másik énje, akkor nem tudja, hogy az mit tett. Vagy azt, ha a legtöbb, amit akarok mondani, 6 vagy 9, vagy valami fajta személyisége volt. Na most... Akkor merült föl a 50-es években, hogy hogy lehetne ezeket a többszemélyiségű embereket idézetében előállítani. Ez egy eléggé szörnyű módszer, mert ezzel azt kell csinálni, hogy hihetetlen kínzásoknak vetik alá. Egy olyan szörnyű alvás megvonás, étel, ital megvonás, környezetingerek megvonása, amikor te azt akarod már, hogy már rég meghalnál, mert az emberben van egy természet, amikor föladja, de mesterséges szerekkel életbe tartanak. És akkor, amikor már túl vagy mindenen, amikor már nincs semmi, na akkor abban a pillanatban megnyílt az agyad, és csinálnak belőle egy kis boxot. És abba a boxba belekerül az, hogy és oda beprogramozzák azt, ez bármi lehet. Most ez nem science fiction. Ez semmi science fiction, ez a legtudományosabb valóság. Persze, ez nem sci-fi. Na, most ezt kezdték el csinálni, az a szörnyű, hogy ehhez például rabokat, elmegyógyintézetből hozott embereket, munkanélkülieket, hajléktalanokat, ilyeneket használtak föl sajnos. Tehát azokat, akivel szabadon lehet kísérletezni. Ezek a kísérletek nagyon sikerrel jártak. Itt ebbe a bejátszásban sokszor elhangzott, hogy Manchurian Candidate, tehát a manchuriai jelölt. A manchuriai jelölteknek hívták azokat az embereket, akiket erre a feladatra kiképeztek. Az 50-es években Frank Sinatrával készült el ennek egy manchuriai jelölt című film, vagy a Denzel Washingtonnal készült el, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt a következő változata. Tehát már az 50-es években azok, akik elkezdték ezt a filmet, pontosan tisztában voltak vele, hogy ezek a kísérletek folynak, és ilyen fél áldokumentarista módon megpróbálták ezt az egészet feldolgozni. Na most, hogyha elgondolod, akkor a 60-as évektől kezdődően, amikor azt mondták, hogy volt egy bizonyos Lee Harvey Oswald nevű úr, aki egyedül úgymond végrehajtott ezt a gyilkosságot, azóta tudjuk, hogy ez nem igaz, nem csak őlőtt, többen lőttek, majd jött egy Ruby nevű bártulajdonos, és nem tudom mennyi utána Jack lelőtte, Ruby. Jack Ruby, majd a Jack Ruby daganatos betegségben egy rövid idő múlva elhunyt a börtönbe, és utána minden szálat elvartak. Ez egyébként, ezt mint tudjuk egyébként, mert ez megint a manipulációnak egy lényege volt, hogy John Fitzgerald Kennedy olyan változásokat akart létrehozni, el akarta venni a Fed-től, az amerikai tartalék, vagyis a Nemzeti Banknak. A Hatbank igen, a Hatbank el akarta venni tőlük a pénzkipacsátás jogát, és ezért az életével kellett fizetnie. Sokan azt állítják, hogy az első ilyen programozott gyilkos ez volt, de a másik, a Sirhan Sirhan, aki megölte a következő Kennedyt, ő azt mondja, hogy nem emlékszik rá, ő soha nem ismerte el, mint az Ali Agca, amikor a pápa ellen, ő se ismerte el soha, tehát nem, fogalma sem volt róla. És aztán bocsánatot is kért. Bocsánatot is kért, és utána ott volt ez a bizonyos Mark Chapman, aki odament, 5 lövéssel agyonlőtte szegény John Lennont, majd a pisztolyt lerakta a földre, 5 méterre volt tőle egy metroállomás, tehát azonnal elmenekülhetett volna, leült az út szélére, és elkezdte Salingernek az Apjegyező című könyvét olvasni. Nagyon sok ilyen összeesküvés elmélet hívő meg van róla győződve, hogy ez azért, mert abban találhatók azok a bizonyos információk. Tehát ahhoz, hogy az ilyen embereket elindítsák, hát felhívják telefonon, mondanak neki egy szót, és azt mondják, hogy vadrózsa, ő abban a pillanatban puf, előjön a másik személyisége, végrehajtja ezt a feladatot, de lehet, hogy már előre azt mondják neki, és fél óra múlva ezt elfelejted, vagy utána jön egy másik telefon, azt mondják neki, hogy mit tudom, éti csiga, abban a pillanatban kész. És ez a legtökéletesebb bérgyilkos. Meg is kérdezte a filmbe bejátszás, hogy miért nem tengerészgyalogosokat használnak, azt mondja arra, mert ez bármilyen feladatra rá lehet venni. Ilyen embereket képeztek ki, amikor meg akarták ölni Fidel Castrót. A CIA kitalált 260 fajta ilyen gyilkosságot. De ugyanezt mondják, hogy a Timothy McVeigh, aki Oklahomában 150 ember halálát okozva azt a kormányépületet fölrobbantotta, róla ugyanezt mondják. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, és nagyon-nagyon sok ilyen kém, bérgyilkos járhat közöttünk, vagy jár közöttünk, Gabi, és ezt mind a két oldalon, mert ezt nem csak az Egyesült Államokban csinálta meg, minden nagyhatalom folytatott ilyen kísérleteket. Egyébként annó a Szovjetunió, a régi Szovjetunió a sokkal jobban élen járt ebbe, egyébként, tehát ők nagyon-nagyon kiváló eredményeket értek el. Na és mondom, ezzel el lehet érni, hogy gyakorlatilag olyan programozott bérgyilkosokat csinálunk, aki nincs tudatában, aki hétköznapi életet él, olyan, mint amit ott mondják, hogy alvóügynökök. Igen. Hogy elhelyeznek különböző embereket, betelepül akár a célországba, 20 évig, mint tisztességes állampolgár él, semmi az égegyvágon semmit nem csinál. Egyszer megkapja a feladatát, és annyira hiteles a személyisége, hiszen megtanulta a nyelvet, mindenki tudja, megvan az összes papírja. Na, ezek ugyanolyanok, hogy akkor valaki azt mondja, hogy oké, végre kell hajtani a feladatot, akkor megkapja a feladatot, jön egy kódszó, elmondják neki a feladatot, és megcsinálja. A kódszó, ebbe kapaszkodom most bele, mert említettük ugye a Salingernek az aphegyezőjét, és lehet, hogy éppen te mondtad, hogy akkor ez egy olyan mű, hogy nem csak a Chapman kezdte lapozgatni, vagy lehet, hogy nem csak ő kapott innen instrukciót, hanem valaki más is. Nem, igen, ezt több embernél megtalálták, persze. Tehát több a Timothy McVeigh-nél is megtalálták, persze. Tehát több embernél ott volt, így van, ott volt náluk, így van, tehát ott volt náluk, és ezért jutottak arra következtetésre, hogy elképzelhető, hogy a feladat ennyi volt, hogy azt mondta, hogy nyisd ki a könyvet a 116. Oldalon, és a 3. bekezdés akárcsodát olvasd el. Ott volt. Akkor még a szót sem kellett elmondani, akkor még arra sem kellett figyelni, hogy valaki esetleg ott van nála egy mobiltelefon, és vissza tudja keresni, hogy honnan hívták föl, érted? Tehát, hogy még ez sem kell neki. De mondok még egy valamit, a kedvenc filmjátékom, a Csupasz Pisztoly című filmben, Frank Drebin felügyelő, baromi látványos. Na, ott abban elhangzik abban a filmben, hogy megkérdezik tőle, hogy a két szereplő, hogy tudja ön, hogy ki a világ legjobb bérgyilkosa? Mondja, igen, az, aki saját maga sem tudja róla, hogy gyilkos. Ez egy ilyen filmvigáték, önmagáról se tudja. És ennek az egész programnak ez a lényege, hogy önmaga sem tudja, egyébként akarat ellenére nagyon-nagyon sok emberrel kísérleteztek, tehát ebben a kísérletben nagyon sok embert bevontak, és ezen kívül a LSD, ami egyébként egy olyan csodaszer volt akkor, mert az nem a fiatalok közötti kábítószer volt, hanem egyszerűen egy tudatmódosító szer, és annak az alkalmazásával érték el egyébként az első sikereket abban, hogy a megfelelően a tudatállapotot tudják módosítani, de szerintem megnézhetnénk egy bejátszást arról, hogy a, hát ez a mandzsirai jelölteknek a képzése hogyan is folyik. Tessék! Valaki belenyúlt a fejünkbe. Egy nagy acéltűvel és csapszegvágóval és láncfűrésszel is megtehették. Neuront írtottak ki bennünk, és pályákat kötöttek újra. Az agysejtjeinket átalakították. Kérem! Forduljon orvoshoz be. Csillagos, holtalan, rutinőrjáraton voltunk irakiak által ellenőrzött területen, hogy megnézzük, mire készül az ellenség. Árvó százados eszméletét vesztette. Az ezt követő tűzharc során Ingram elszakadt a többiektől a bal oldalon. Baker elment érte, és mindkettőjüket eltalálta egy akna. Sóőrmester sem volt képes segíteni. Eddie Ingram elszakadt a többiektől a bal oldalon. Az ellenség közébe került. Most egyszerre három dolog jutott eszembe, de három egyet mondjál belőle. Egyet elkezdem, erre nem is kell válaszolni, mielőtt még megfordulna a nézők agyában az, hogy persze ez csak egy film. Az jutott eszembe, hogy film, irodalom, képzőművészet, zene, általában a művészek megelőzték a korukat. Ez közhely szerint, vagy közhelyként is hangozhat. És ha valaki azt mondja, hogy igen, mert az űrhajózás, meg a science fiction, kérem szépen, a űrhajózásról még szó sem volt, legalábbis nem tudtunk róla, amikor már írtak erről, vagy filmet készítettek róla, vagy a legegyszerűbb, legismertebb dolgot mondom gyerekkorunkból, Verne Gyula, olyannyira magyar, hogy nem is Zsül, hanem Gyula, amiket ő megírt, akkor a világűrkutatás, aztán végképpen szóba se. Tehát itt nem arról van szó most, hogy mi bemutatjuk ebben a műsorban azt a néhány filmrészletet, ami utal vagy alátámasztja a mondandónkat, hanem, már bocsánat a kifejezés, egy frankon. Ezek azt alkották meg, ami most már minden nap előkerül az életünkben, nem? Gabikám, ez természetes, hát ez a film, ez úgy készült el, de nem úgy készült, hogy valakinek ez eszébe jutott, hanem az, hogy az, annak az időszaknak összegyűjtötték az összes ilyen információt, amit a rendelkezésükre áll, és ezek alapján elkészítették ezt a filmet. Tehát nem úgy nézett ki, hogy ő most én, ez nem fantázia, amit sokszor elmondtuk, hogy ez nem fantázia, ez nem stifi. Hozzá kell tennem, hogy ez a film igazából arról szól, hogy az a főszereplő, hát itt azt látszott, hogy az embereket súlykolják az agyukba. Ezek mind amerikai tengerészgyalogosok, igen, akik ott voltak. Súlykolják belük ebbe, hogy mit láttak, az egész különítményt. Szörnyű dolgok zajlanak, mert egymás ráveszik, hogy simán megfojtja, agyonlövi és megtesz mindent. Azzal próbálják ki, hogy mire, milyen mélyen sikerült elültetni. A főszereplő egyébként éppen a jelölt az Amerikai Egyesült Államok elnöki posztjára, és a édesanyján keresztül kapja meg ezeket a különböző ilyen befolyásolásokat. Ami ebből a bejátszásból nagyon fontos volt, és ami a mi szempontunkból is fontos, hogy akadt néhány olyan ember, és itt ebben a filmben ez Denzel Washingtonra jutott ez a nagyon hálás szerep, aki elkezdte ezt valamiképpen, elkezdett repetezni valami az agyába. A két, a valós személyisége, és mert ő is ugyanígy befolyásolt volt, és a második személyisége, a több személyisége közül az a fal elkezdett megrepedni. És elkezdtek neki előjönni különböző emlékek, tehát mégsem volt annyira tökéletes. Minden ilyen programozásnak, idézővető programozásnak vannak ilyen hátulütői. És az a lényeg, hogy onnan is nagyon sok információ került napvilágra, hogy azok az emberek, akik effektíve részt vettek ilyen kísérletekben, akiket felhasználtak erre, akinek gyakorlatilag tényleg nagyon sokan tönkretették az életét, azok elmondják, hogy ők miképpen élték meg. Nincsenek esetleg teljes értékű információk erről, nem tudnak olyan mélyen lenyúlni, viszont el tudnak menni másik pszichológusokhoz, akik az ő módszeréken megpróbálják ezeket az információkat felszínre hozni. Egészen egyszerű dolgot mondok, mert mondtam, hogy több minden is eszembe jutott, hogy ezek a szörnyűségek, mert szörnyűségekről beszéltünk, de hát kérem szépen, tessenek csak arra gondolni, hogy manapság is nagyon sokan mindenki elmegy a pszichiáterhez, nagyon sok szakember, diplomás szakember képes arra, hogy hipnotizálja a pácienst. És akkor egyszerűen mondja, és a gyerekkorából eszébe jutnak olyan dolgok, amik ilyen értelemben normális állapotban, tehát nem hipnózis alatt, eszébe se jutna, nem is emlékszik rá. Talán az édesanyja megerősíti azt, hogy tényleg. Szóval annyira le lehet azért menni ilyen értelemben a tudat alá, hogy ez tényleg nem fantázia. Gabi, nagyon fontos dolgot mondták egyébként, ez a bizonyos hipnózis. A hipnózis gyakorlatilag semmi más nem jelent, hogy amikor te elmész egy ilyen terapeutához, leülsz oda, és ő elkezd hipnotizálni, akkor ő megpróbálja egy olyan környezetet teremteni, hogy a külső ingerek gyakorlatilag minimálisra redukálódjanak. Tehát az a lényeg, hogy egy ingerszegény környezetbe kerüljél, amikor elkezd így egy ilyen kis eszközt így a szemed előtt így valami, akkor te arra köded, vagy egy fényforrás kell nézni. Ennek az a lényege, hogy a tudatod beszűküljön, és onnantól kezdve ez a pszichiáter arra az időszakra gyakorlatilag átveszi az uralmat az elmét fölött. Mert a tudat beszűkül, a tudat alatti meg kinyílik? Tudat alatti kinyílik, így van, és onnantól kezdve már csak pusztán verbális információ is elegendő. Tehát nem kell egyébként még ennyire sem az agyadba vetíteni valamit, hanem elmondanak neked, hogy te most mit akarsz, vagy igen, most menjünk vissza, nézek 12 éves korodban, vagy itt vagy, alapvető információ megvan, mit lát, és ő el fogja mondani neked. Azt szokták mondani egyébként, hogy az embereknek egyébként a 80%-át csak felszínesen lehet, akkor is le lehet vinni hipnózisba, a 10%-ot a nagyon buta, értelmifonetikus embereket nem lehet levinni, és van egy 20%, akiket teljesen mély hipnózisba le lehet vinni. Azt szokták mondani, hogy hipnózis alatt nem követhet el senki, mert az egészséges etikai érzéke működik. Ez egyébként tökéletesen így is van. Csak akkor a hipnotizőr nem azt fogja neked mondani, most itt ülünk ebbe a szituációba, és akkor ő azt mondaná neked akkor a hipnotizőr, hogy te nem itt vagy, hanem te most, mit tudom én, egy tengerparton, éppen Floridában. Most vagy Floridában, vagy éppen most indulnál szörfözni, te lelkesen levennéd a cuccodat, és azt mondod, oké, de jó, oda mennél és megnéznéd, hogy milyen jó a víz. Igen. Most bocsánat, nem élszerődni akarok fel, de tényleg ennyire, most ennek az a lényege, vagy azt, ahogy elmondták, hogy te fölhívnak, ez egy kedvenc műsoruk volt, fölhívnak egy nőt a színpadra, és azt nem lehet leveszkőzhetni, mert hát azt fogja mondani, ennyi ember nem vetközik le. Persze, hogy nem. Csak azt fogják neki mondani, hogy drága hölgyem, ő most itt van egy kis görög szigeten, egy magányos kis öbölben, senki nincs a valami, ezt szugerál, mondja neki, akkor megszugerálta, hipnotizálta, és mondja neki, verbálisan 300 ember előtt. Elmondja neki, a hölgy, ezt megcsinálták, levetközik, ledobja az összes ruháját, ledobja magát, elő van készítve neki egy matrac, és úgy csinál, mintha úszna, mert ő azt éli meg, hogy ott van a vízbe. Tehát már ezen a szinten az embereket ilyen hihetetlen dolgokra rá lehet venni, és amit te mondtál egyébként, hogy hányan járnak pszichiáterhez, hát Amerikában, ahol egyébként a legnagyobb mértékű ez a manipuláció, ott az embereknek azt hiszem az 50%-a pszichiáterhez jár. És a pszichiáterek, a felkészített pszichiáterek, azok hihetetlen módon még erre is rá tudnak erősíteni. Ezek az emberek, ezek megszokták, ennek a részben az új világrendnek, meg az elmemanipulációnak is az a lényege, hogy te az életed minden pillanatában tudjad, hogy mit akarsz csinálni. Ez nem az, amit te akarsz csinálni, hanem amit őt akarják, hogy te csináljál. És ezt minden pillanatát így alakítják. És Gabi, ha végig gondolod, ha most valaki ebbe kételkedne, akkor erre azt kell mondanom, hogy tessék már körülnézni. Hát tessék kimenni az utcára, a saját életébe, saját családjába, saját környezetében, nézze meg. Tökéletesen működik. Hát abban a pillanatban, hogyha van egy ilyen, akár levetítek egy ilyen filmet, akkor annak megfelelően viselkedünk, vagy beszélgettünk abit ezekről például a különböző vetélkedőkről, hogy Európában valóságsok gyakorlatilag esténként, főműsoridőben, valamelyik televízióban, Európában, mindenhol, ez sem tudatos az emberekben. Ahelyett, hogy egy jó, kellemes kis filmet vetítenének, ami kinyitná az embert, aki egy kicsit kikapcsolna. Helyette jön egy agymosó valóságshow, de a valóságshow, Gabi, a valóságshow azt sugallja, mint az egyik kedvenc filmem, a Hegylakó, amivel, hogy a végén csak egy maradhat, mert annak az a lényege, hogy csak egy maradhat. Christopher Lambert. Ő maradhat csak. Köszönöm, így van, ő maradhat csak. A történet arról szól, hogy a játéknak a végére az egy a nyertes, aki itt van a képzelbeli piramisnak a tetején, igen, az egy az mindent visz, többi az megy a kukába. És ezt sugallják az embereknek, tehát állandóan minden pillanatban azt tudatosítsák az emberekbe, hogy te legyél az az egy, igen, aki oda fölér, mert a többi az annak a sorsa. És ha, amit az előző adásban már beszéltünk, ment az a bizonyos neoliberalista irányzat, aminek ez volt, hogy gyakorlatilag meg kell szüntetni a gondoskodó államot, nem kell itt egészségügy, nem kell se nyugdíj, semmi nem kell. Na, és ezt szajkozták minden pillanatban, és az emberek így nézték, és egy kicsit úgy ki voltak akadva, de beletolták az arcába, érted, és annyit mondtak neki, hogy Féde, neked nincs szükséged erre, hát Féde, mi nem tudjuk megcsinálni, hát nem lesz vízidíjat kell fizetni, nem lesz egészséges az, vagy nem lesz ingyenes az egészségügy. Mindenki csak úgy nézett, és úgy próbálták előadni ezeket a dolgokat, hogy ez neked számodra tökéletesen hihető legyen. És ezekben az a legveszélyesebb, hogy minden információt így adnak elő, és ami a legeslegrosszabb, hogy azt nem veszi észre a legtöbb ember, illetve az embereknek a 99,99%-a, hogy ez az összes dolog egybeért. Tehát ugyanazt találják, tehát amiről jön fölülről egy instrukció, hogy gyerekek, ezt meg kell, végre kell hajtani ezt a programot, ezt az élet minden területén, minden dologgal alátámasztják. Kezdődve az oktatással, a reklámokkal, a televízióval, a filmekkel, az újságokkal, a könyvekkel, egységesen a gazdasággal, a politikával. Arra igyekeznek, hogy olyan emberek kerüljenek ott hatalomra, akik ezeket végre tudják hajtatni. És innentől összeáll egy olyan kép, hogyha megnézed, és körbenézel, akkor azt mondod, hogy hát sajnos el kell ismerni, baromi jó munkát végeztek, mert így néz ki a világ. Tudom, mit akar kérdezni a néző. Kik ezek? Hát azok az emberek, akik az előző rendszerben a különböző a világot irányító ilyen érdekcsoportok, gazdasági érdekcsoportok, akik egy átlagember számára felfoghatatlan vagyonnal rendelkeznek. Most valamelyik internetes központi ilyen hírlap ott volt, hogy a Rothschildok becsült vagyona $1 trillió. Igen. Trillió. Igen, trillió, hát. Tehát $1000 milliárd, az óvatos becslés szerint, de igazából 3000 milliárd. Na most a hivatalos fáma szerint a Bill Gates, annak a vagyona $62 milliárd, és őt úgy emlegetjük, mint a világ leggazdagabb embere, nekik 50-szer annyi van, és ez, ami még csak igazából a felszínen látszik. Az lenne a lényeg, hogy egy olyan társadalmat hozzanak létre, amely homogén emberekből áll. Ezért, szintén az előadásban is utaltunk rá, ezért jó, hogyha olyan társadalmat próbálnak csinálni, mint például, ami most Kínában van, vagy ami volt a Stalin Oroszországban, és abban a pillanatban, amikor ráéreznek arra, hogy ez a dolog nem működik, akkor elkezdenek stratégiát váltani. Én beszéltem, mondom, Magyarországon emberek, akik 80-ban tudták, hogy 89-ben rendszerváltásra. Tehát nem úgy jött, hogy ilyen hebreus fiatalok elkezdtek, és na most akkor csináljunk valami nagy bulit. Ez hihetetlen módon meg lett tervezve, azért igen, mert amikor Magyarországon bejött, és ezt a fiatal nézők nagyon-nagyon nem emlékeznek, 1968-ban bejött az új gazdasági mechanizmus, onnantól kezdve fölpúlt ez az egész, és onnantól kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy a tömegeket már nem lehet olyan szinten befolyásolni. Na, tehát tulajdonképpen a társadalom manipulálásáról van szó. Igen, hát és akkor szerintem nézzük is meg, hogy hát hogy is lehet manipulálni a társadalmat. The problems created secretly. You then use the media, which isn't difficult, to wind up public opinion in relation to your manufactured problem to the point where public opinion utters the classic words, something must be done, this can't go on, which is always followed by, give my power away, what are they gonna do about it? And at that point, those who created the problem and got someone else to be blamed for it, wound up that public reaction, then openly, in the public arena, in the parliaments of the world, in the newspapers and on the television, offer the solutions to the problems they have created. And in doing so, they get vast numbers of people to demand what they want to do anyway. For instance, if you want more cameras in the streets, crikey, they're going up all over the place in Britain. If you want more cameras in the streets, you want a more armed police force, you want more authoritarian laws, greater erosions of freedom, and you want the public to demand you do it, then get the public frightened of crime. Either let society break down so there is more crime, or emphasize crime to be worse than it really is in some areas. Get people frightened, and the first thing people do when they're in fear about something is they look for someone out there to protect them from what they're frightened of. So, get people frightened that they're going to be burgled, get people frightened they're going to be mugged in the street, and they'll demand you take the freedoms away. They'll demand cameras in the streets and more authoritarian laws. Közben folyik a szó, mit akartál mondani? Vagy hogyha előbb beszéltünk a pszichiáterekről, akarsz róla beszélni? Na, tessék, szóval. Nem, erről a bejátszás jutott eszembe, hogy amikor azt mondja, hogy olyan helyzetet kell teremteni az embereknek, hogy a végén már te akarjad, igen, hogy az bekövetkezzen. Tehát azt mondják, hogy te ki vagy akadva az elején, hogy felszerelnek ennyi meg ennyi ilyen biztonsági kamerát, mindent megfigyelnek mindenhol. Gabi, nekem eszembe jutott. Utána meg addig, amíg én átjöttem innen, keresztül jöttem Budáról, átjöttem Erzsébet hídon, eljutottam idáig, legalább 70 vagy 80 biztonsági kamerának a felvételén vagyok rajta, de lehet, hogy 150-nél, mert a belvároson is keresztül jöttem. Hát az. Ennyi felvételen vagyok rajta, és hogyha bárminek az útvonalát kéne szabályozni, vagy utána járni, akkor meg lehet nézni. Beszélgettünk veled még adás előtt például az ilyen telefonokról. A nagyon okos telefonokról. A nagyon okos telefon. Köszönöm, jól. Tehát megint erről az almás telefonról volt szó, hogy például Amerikában ez a legnépszerűbb, de azt minden tisztességes terrorista és minden tisztességes mafiózó tudja, hogy amikor megy valami fajta megbeszélésre, akkor a telefonját kiveszi az akkumulátorát, plusz leteszi a telefonját. Lásd Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, igen, hogy neki az emberei, igen, amikor kimentek, akkor a telefon külön volt az akkumulátor, elmentek 40 percet autókáztak, berakták az akkumulátort, 3 percet beszéltek, kikapcsolták a telefont, levették az akkumulátort és visszamentek. De nagyon-nagyon okos telefonokról nem tudod levenni az aksit. Igen, így van, hogy ezekről nem lehet levenni, ráadásul állandóan működik a hely meghatározása, én bemutattam neked, bent zárt térben, amikor az előkészítésében beszélgettünk, akkor a telefon mintegy 15 másodperc múlva pusztán csak az antennáknak a helyzet alapján tökéletesen jelező, hogy mi abban az épületben vagyunk. Azt még nem tudtam megmondani, mint a filmek, vagy hányadik emeleten, de majdnem, hogy így lenne. Egyébként a lenne benne magasságmérő, azt is megmondtam volna. Tehát... Nekem nem kell ilyen telefon. Na, szóval félretéve a viccet, tényleg hát hogy itt még itt azért a globális agymosásról van itt nekünk egy rövid kis részlet, szóval azt nem szeretném, hogyha kihagynánk. Summa summarum, tulajdonképpen arról beszéltünk, és amit elmondtál, hogy ennek a csoportnak, vagy ezeknek a csoportoknak az a fő célja, hogy egyen embereket teremtsenek. Mindenki ellenőrizhető legyen, akár a nagyon okos telefonnal, akármivel, és ez tényleg a társadalom minden szintjén így lehet, és a média is ezt nagyon sokszor és nagyon mind támogatja. Gabi, képzelj el egy ilyen embertömeget, és amikor valaki kiemelkedik, akkor jönnek ilyen később szépen így levágát szépen. Tehát az a lényeg, hogy te ott legyél, az a lényeg, hogy maximális mértékben kontrollálni tudjanak téged, hogy mit kapsz meg az oktatással, mit kapsz meg a reklámokkal, mit kapsz meg, milyen legyen a személyiséged, hogy alakuljon, mit higgyél el a világból, mit fogadjál el a világból. Van olyan, akinek elmondanak egy dolgot, hogy a tornyok romlásánál lehet, hogy mégsem az Osama Bin Laden volt, biztos, hogy nem ő volt. Akkor valaki ezen úgy ki van akadva és bele van betegedve. Na de valaki akkor mitől vagyunk sokszínűek, és mitől sokszínű minden nemzetállam? Ez a baj. Várjál, na most hát ebbe azért van minden... egy fél perced. Fél percet? Igen. Az Európai Unió, az igazi Európai Unió úgy néznek, hogy nem lennének határok, Magyarország két részből állna, a Dunán innen és a Dunán túl, nem lenne semmifajta elveszteni a család és minden elveszteni a jelentőségét. Na ehhez meg kell dolgozni az emberi agyakat, rá kell őket beszélni, hogy ezekről mondjanak le annak érdekében, hogy lesz egy egységes valami, ahol nem kell azért aggódni, hogy milyen lesz a svájci frank hitelednek az árfolyama, mert itt egységesen euró lesz, egységes kormányzás lesz, és neked eljön végre a béke és nyugalom. Te meg leszel egy kis töltike, és azt fogod csinálni, amit ők akarnak. Globális agymosás. Ez következik. So it says here, there's an interesting caption, says, "Here stands the new man. His conception of reality is a dance of electronic images fired into his forebrain, a gossamer construction of his master's designed so that he will not under any circumstances perceive the actual or the real. His happiness is delivered to him through a tube or an electronic connection. His God lurks behind an electronic curtain. And when the curtain is pulled away, we find the CIA sorcerer." I heard Ronald Reagan telling Brian Mulroney that he believed the only way to world peace was through mind control of the masses. I know from experience there's no peace of mind under mind control, and I wonder at a world peace where people don't have peace of mind. Mind control, the ramifications of mind control are far-reaching, because I also know that under mind control there's no free thought. Without free thought there's no free will. Without God-given free will there's no soul expression. What kind of a world peace can we have without any free will or any soul expression, without any spirituality? Mind control needs to be exposed in order that people maintain their freedom of thought, in order that people maintain their free will and have that spiritual expression, because of spirituality, when people have soul and spirituality, they're going to be acting in a capacity of love anyway. That is where world peace is, not mind control. Hihetetlen, milyen gyorsan elszaladt az idő. A múltkori adás után kaptam egy telefont, hogy aki nem tudta megnézni, mit csináljon, akkor elmondtam a varázsszavakat, amit ilyenkor mindig el kell mondani, hogy tessék szeresni megnézni a Facebookon, YouTube-on, videótár, meg lehet minket találni. Egyébként az észrevételeket pedig természetesen várjuk, írjanak, megkeresnek, aki akar, megtalál minket természetesen, de ígérjük meg egy mondatban, hogy a következő adásban mi lesz, és amire felhívtad a figyelmemet nekem is, amikor azt mondtad, hogy alaszkai antenna erdő. Na, hát itt én megálltam. Mi lesz? Jó, jövő héten HAARP, egy 24 hektáros antennamező, amely nem csak arra alkalmas, hogy az időjárás manipulálja, hanem arra is, hogy az erménket is manipulálja, és bemutatjuk, hogyan. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk a viszonthallásra, a viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin.